csodálkozunk néhányszor. Alapos előkészítés az oltás beadása előtt. Ezek a felvételek tavaly november elején készültek. Akkor rendeltek el először olyan alkalmat, amikor online regisztráció nélkül is fel lehetett venni a koronavírus elleni vakcinát. A program már a kezdéskor is nagyon sikeres volt. Védi az embert. Védi az embert. Hát azért kell begyűni injekcióra. Akkor mindig el kell az orvoshoz menni. Bár én ritkán voltam orvosnál. Az oltási akcióhetek után januárban csütörtökönként, péntekenként és szombatonként oltási akciónapokat is tartanak az egész országban. Ez azt jelenti, hogy a vakcina felvételéhez most sem kell majd regisztrálni, hanem elég egyszerűen megjelenni a kórházakban és a házi orvosi rendelőkben kijelölt oltópontokon a védettséget biztosító készítmények megkapásához. Január minden hétvégéje, csütörtök, péntek, szombat, napok, oltási akciónapok lesznek, amikor az a lehetőség áll fönn, ami a korábbi oltási akció heteken, hogy mindenféle regisztráció nélkül be lehet jönni, és bármelyik hiányzó oltást föl lehet venni annak, aki most szánja rá magát. Csütörtökön és pénteken délután 2 és 6, szombatonként pedig délelőtt 10 és délután 6 óra között lehet oltást kérni. A központi oltópontokon továbbra is 5 vakcina közül lehet választani, és bárki kérhet ilyet, aki már elmúlt 12 éves, és legalább 4 hónap telt el az előző oltása után. Napjainkban is történtek tragédiák a városban, amikről eléggé nagy számba tudnak az emberek. Oltás nélkül történtek ezek a dolgok, és hát már nagyon sokszor, nagyon sok fórumon elmondtuk, hogy az oltás a megoldás, azt kérnénk szépen, mindenki vegye igénybe. Az oltási akciónapok mellett hétfőn, kedden és szerdán továbbra is lehet regisztrációval vakcinát felvenni idehaza.